Mivel mi azt akartuk, hogy így karácsony előtt legyen legalább egy fergeteges tévéshowban részetek, ezért díszvendégnek elhívtuk ide hozzátok a pár hete Budapesten filmet forgató fantasztikus filmszínészt, Robin Williams-et. Hogy pontosan tudjátok, kiről beszélek, néhány filmjéből vett részlettel megmutatom őt nektek, oké? Okay? Miles long, no doubt. Well, all you gotta do is rub like so. Hey-ho! Mr. Lancer, have you shot two or three? I'm on the job, you big lay bob. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never had a friend love me. You ain't never had a friend like me. Szerintem a földkerekség 10, tovább megyek, 5 legjobb színészének egyikéről van szó. Évekig vadásztunk rá, és lám a ti kedvetekért most végre eljött. Hát nem csodálatos? No, mert ti már a mi szemünkben is igen sokat jelentetek, választhattok. Mit akartok inkább? Jöjjön be ide csak úgy civilben Robin Williams, vagy mert ezt is el tudjuk érni nála? Jöjjön be például Garfieldnak öltözve. Hogyan? Jó, jó, Garfield. 85% legalább azt mondta, hogy Garfieldként legyen. Külön kívánságotokra akkor most jön Robin Williams, mint Garfield. Jó estét, Robin. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, te tényleg óriási nagy színész vagy, és a gyerekek külön örülnek annak, hogy eljöttél ma este ide a showunkba. Szóval Garfieldnak öltözött Robin Williams azt mondja, hogy köszöni nektek a meghívást, és örül, hogy találkozhatott veletek. Robin Williams, azaz Garfield, köszönöm szépen! Na, hát akkor láttuk Robin Williams-et is, így van? Mit mondtok? Jöjjön vissza civilként? Hát azért ezt nem értem, gyerekek, elvégre ügydöntő népszavazást tartottunk, és mondom még egyszer, a stúdióban jelenlévőknek legalább a 85%-a Garfieldként akarta látni Robin Williams-et. Várj, kár, hogy azért utóbb szóltok, mert már elment a menetrend szerinti busszal, láthatjátok. Tessék. Ugye? Fölszállt a buszra és elment. Hát most akkor mit tegyünk? Mi? Szóval látni akarjátok állarc nélkül is? Jó, nem bánom, mivel a Friderikus Show-ban nincsen lehetetlen, a kedvetekért most visszaforgatom, visszacsinálom az egészet. Na, és akkor kérem szépen. Visszaállt a busz, hölgyeim és uraim, a filmvilág ez idő szerint legjelentősebb alakja, Robin Williams lép be közénk. Robin Williams. Volt már jobb szereped, mint Garfieldnak lenni?
I've been no Garfield for me is the role of a lifetime. Garfield számomra életem nagy szerepe. Oh, thank you. Ez az isteni hang, a te magyar hangod. Köszönöm szépen. Jó estét. Look at this too, the last. Nézzék ezt az öltönyt. Johnny Versace utolsó öltönye. Thank you very much. Ezzel sakkozni is lehet. Dúsgazdag szülők gyereke voltál, 30 szobás lakásban laktál, és tulajdonképpen miután nagyon egyedül nőttél föl, ezért képzeletedet személyesítetted meg, és vele beszélgettél rendszeresen. Well, I mean, an apartment with 30 bedrooms is Donald Trump. A 30 szobás lakás az Donald Trumpé volt, de én azt hiszem, jó gyerekkorom volt, apám jó módú volt, de alapvetően mindez arra a tényre szűkült le, hogy az embernek nincsenek testvérek, akkor kénytelen megteremteni a saját világát, kitalál dolgokat. Elképzelek egy apró barátot, vagy eljátszom Teréza anyát. Nehéz elmondanom. Boldog vagyok a világgal, és minden nap jobb lesz. Na most egy ilyen gyerekkor után, meg hát ahogyan kezdted, hogy az ember visszahúzódó lesz. Te mégis egyszer csak kinyíltál, és elmentél ilyen one-man show-ba, egyszemélyen show-ba komikusnak. Javarész paródiákat adtál elő. Kik voltak a kedvenceid, akikről paródiát csináltál? My favorite actors to do was a... Kedvenc színészem, akiket utánoztam. For me, Marlon Brando is so wonderful. Hát számomra Marlon Brando volt az igazi csoda. Because if Marlon was here right now... Mert ha Marlon most itt lenne, köszönöm. Köszönöm, gyerekek, Isten áldjon benneteket, mindannyiatokat. Van egy probléma. De ha az ember Marlon Brandot játszik, akkor Nicholson-t is elkezdeni. That's the drill, Frederikus, that's the drill! Szóval Jack Nicholson-t is utánoztam. Megcsinálja az ember. Aztán számomra... They're great English actors. Nagy angol színészek is voltak. People who are not afraid. Olyanok, akik nem féltek. Take pauses. Pózolni. For no reason. Értelmetlenül. I believe that Shakespeare, but my favorite actor of all is Sylvester Stallone. Mindeset a kedvenc színészem Sylvester Stallone. De tudod, van néhány ilyen, de ezek általában elég tipikus személyek. Állító! És mit szólnak ez illetőkkel? Szóval meg is mutatta? Tehát láttak téged személyesen is, Sylvester Stallone vagy a többiek? Beszélő viszony van még köztetek? Egyszer már Kennedy díjat kaptam ilyenért. Megpróbáltam beszélni Sylvesterrel, de nagyon nehéz megérteni, amit mond. Tetszett Sylvester, akkor mondott valamit, amit nem értettem. Aztán este futottam Jack Nicholsonnal, és azt mondta, nagyon munkás volt. De tudod, nekem két Oscar-díjam van, neked meg semmi. Na most... Azt tudom, hogy például a paródiáid között volt egy orosz, speciális orosz paródiád, miután mi hosszú ideig ebben... Я сделал Russian comic, который называется Nicky Lenin. A Russian comic. Egy Nicky Lenin nevű orosz komikust adtam elő. Voltam Moszkvás és Budapesten vagyok. Я говорю по-русски немножко, а ты говоришь... Я! Я учил на три месяца. Откуда ты знаешь по-русски? Я учил на три месяца, называется... Я снимался фильм, который называется «Москва на гудзоне». Чинал там этот фильм, это «Москва на гудзоне». Я хочу ботинки Nike, я хочу... Ветмеди Адида, я хочу BMW. Для меня это очень большая машина. Машина это. Найти. Это BMW. Кучи такого дорослого.
Many people ask me, they say, sokan kérdeznek, hogy én, mint orosz atléta, szedek-e hormonokat? Azt mondtam, szó se lehet róla. Én megpróbálok. Я буду в Будапеште. Я буду в Нью-Йорке. Я буду сейчас в Фидекресе. Все, я очень рад, буду здесь. Меня зовут, Фридерикус. Фридерикус. Браво, браво. Molto grazie. Меня зовут Чоки. Engem Csokinak hívnak. Van pillanat, amikor komolyan lehet venni, Robin? Now all of a sudden I start becoming Italian film critic. Hirtelen olasz filmkritikus leszek, és komoly leszek. Szeretem a filmeket, a filmek nekem valók. A kedvenc filmem olasz. A napos tengerpartok, ez a szörfözésről szól egy nagy film, Sofia Lorennel. És mi ez a... Hogy is hívják? Azt a nőt, akinek a nagy keze van. Gina Lollobrigida. Gina Lollobrigida. Nagy kezei vannak. De a gyerekek... Elfelejtettem, bocsánat, gyerekek is vannak. Tehát ebben nem megyünk bele. Ó, Pezsgő. Salut. Én Pezsgővel. Jó? Egészségedre. Egészségedre. Elvégre néhány hete itt forgat. Igaz az, hogy például birkóztál is ifjúkorodban? Mert már megbocsásd, egy első ránézésre nem vagy egy igazán birkózó alkat. No, I was a wrestler. Igen, birkóztam. I wrestled 103, which would be about 40 kilograms. Körülbelül 40 kilós súlycsoportban, 103 fonton birkóztam, ilyen madárcsontok között. Nagyon kicsi voltam. Elmentem az állatkertbe, és olyan szőrös voltam, hogy az emberek azt mondták a majmoknak, hogy ezt nézzétek meg. Néha a tengerparton. Robbie Williams. Na jó, hát itt aztán... Jó a műsor, mi? Ez nagyon jó műsor. Gyerekek vannak, te vagy, én már nem is kellenék ide. Szerinted egyébként melyik a legmulatságosabb sport a világon? The funniest sport? Oh, for me. A legmulatságosabb sport számomra a szinkronúszás. Miért éppen az? Imádom. Már maga a gondolat. I love weightlifting. Persze szeretem a súlyemelést is, mert van egy pillanat. Van egy pillanat, amikor a súlyemelők kijönnek. Robin Williams nincs súlyemelő. Most az elmúlt, hogy egy kicsit komolyra fordítsuk, bár szerintem lehetetlen vállalkozás, az elmúlt 4-5 hétben itt forgattál Budapesten. Mondjál egy-két jó szót rólunk, ha már úgy elbújdostál itt az elmúlt hetek, hogy nem is lehetett látni, hogy itt vagy a városban. I was walking a lot. I would walk. What was my impression? Nagyon sokat sétáltam, hogy mi volt a benyomásom a városról. Szerettem sétálni itt az utcákon. Az emberek néha megláttak, és azt mondták, nem, az nem lehet. And it was very sweet, though. People were very nice. És nagyon kedves volt, az emberek nagyon kedvesek. Fényképeket írtam, képeket készítettem. Megláttak, és nem tudták, hogy miért vagyok itt. Filmet forgatok, csak azt mondták, hogy nem, de igen, de nem. Igen, nem, igen. Egyébként igaz az, hogy nyáron például visszajössz, tehát annyira tetszett itt Magyarországon, hogy családoskul visszajöttek? Yeah, I really, I want to come. I mean, being here in the winter is wonderful, but I want to come back in the summer because when you would. Vissza akarok jönni nyáron.
meg akarom nézni összes kávéházat, a kerthelyiséget, hogy kinnülnek, ezt szívesen látnám, ez egy gyönyörű város. Számomra engem többé-kevésbé Párizsra emlékeztet, ahol az ember sétál. Két város van, Buda és Pest, és ez nagyon szép. Ez olyan, mint Chicago és Go. Két különböző dolog. Igazán jó és gyönyörű. A New York nem osztja meg a várost, nem. Az ember nincs két város a New Yorkban. Nincs New és York. Alapvetően csak New York van, egy darab. Aztán van Brooklyn, de az valami más persze. Liza Minnelli, köszönjük, köszönjük. Köszönjük. Gyerekek, ne féljetek. Szóval kérem szépen, azért ritkán szoktam személyes vallomásokra ragadtatni magam, talán ez a legelső alkalom 5 vagy 6 év óta, nem számítva a többit. Szóval az én első számú színészem Robin Williams, úgyhogy nekem ez egy nagy pillanat, és még egyszer köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Még egyszer köszönöm szépen. És én egyetlen egy dolgot láttam tőle valamelyik filmben. Tessék, ez a tiéd, hát ez a tiéd, ne viccelj. Ez a tiéd. Well, these are wonderful. Tudod melyik? A nyugtalan nyulak tánca. El kéne... Az nem olyan jó, az szerintem jó. A nyugtalan nyulak tánca, az tudod melyik? Azt te csináltad, én egy filmben láttam egy ilyen... És így a felekedet... Nézd, Robin, Robin így! Kedves gyerekek, Robin Williams, thank you very much. Remélem legközelebb találkozunk még egyszer. Nyáron, Robin Williams, köszönöm. Fantasticus.